nem mindegy, hogy az örök áldozatban leszünk, egy végtelen időn keresztül, aminek nem lesz vége, ezért hívják örökké valóságnak, vagy Jézus Krisztussal, az angyalokkal, a megváltoztatval egy örökké valóság. Ha az Úrnak szeretnéd átadni majd a szívedet, és szeretnéd megpecsételni életedet a bemerítéssel, akkor a te döntésedtől függ. Ezt a döntést senki nem hozhatja meg te helyetted. Jézus meghalt érted, ő kifizette a bűneidnek a büntetését, ő kifizette azt, hogy ne kerülj a pokolba, kározatba, de neked ahhoz el kell dönteni, hogy Jézus Krisztus a szívedbe fogadod. Ezért kérdezem, van-e ma este olyan valaki, aki szeretné átadni a szívét az Úr Jézusnak? A döntésedtől függ, hogy hol töltöd el az örökké valóságot. Ha van ilyen valaki, akkor imádkozzál most velem. Egy rövid imádságot mondjál el. Az, aki szeretné átadni a szívét az Úr Jézusnak. Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál érte, megvégítettél Istennel. Ma este odaadom szívemet, életemet, te neked. Fogadj el, mosd meg véreddel, tisztíts meg, töltsél be szent lelkeddel, hogy legyen erőm téged követni, hogy legyen erőm te rólad bizonyságot tenni. Szeretteimnek, ismerőseimnek. Köszönöm neked, hogy te szereted a bűnösöket, közöttük engemet is. Felemeltél, és Isten gyermekévé tettél. Szerettek, Uram, követlek és szolgálok. Ha van valaki, aki elmondta ezt az